Jenny. Zserbó. Az Új Színház előadásában 3D-va lépett színpadra Pakson a Zserbó Tangó című előadásban. Tordai Terita a végzett asszonyát, Esztergályos Cecíliát az örök ifjút és Bordán Irént a 70-es évek egyik meghatározó színésznőjét, a 60-as, 70-es évek szex szimbólumait egyszerre láthattuk a színpadon. A még mindig kirobbanó formában lévő színésznők a mai napig nagyon aktívan élik mindennapjaikat, folyamatosan dolgoznak. Egy magyar író írta, szerintem nem ránk gondolt először, de nekünk nagyon jól jött ez, mert ritkán vannak olyan szerepek, amikor a színésznők egy kicsit a saját személyiségüket is bele tudják adni. Mikor két színésznő találkozik, és olyan helyen bérel egy lakást, a Bordán Irén játsza a háztulajdon, nőt. Tehát mind a három nőnek kapcsolata van egymással. Ez olyan jó, mert a saját lénünket bele tudjuk adni. Most te jössz? No. Drága Kamillám! Igen, drága Klárikám! Igen, ilyen helyzetben még nem voltunk, tehát nagy színpadon nem játszottuk ezt a darabot, kíváncsiak vagyunk, és kíváncsian várjuk, de én jobban örültem volna, hogyha előadás végén beszélgetünk arról, hogy játszottunk. Mert előtte mindenki mondhat mindenfélét, de... Hát kérlek szépen, majd meglátjuk, hogy sikerül. Milyen lesz a reakció, hogy szeretik majd a nézők, hogy tudjuk belakni ezt a nagy színházat. Mert mi stúdióban játsszuk ezt, tehát stúdiós színpadon játsszuk, és minden intimebb, közelebb van, tehát meg kell emelnünk a dolgokat, a hangot. De ez az a darab, úgy érzem, amit előtte is mondtam, amikor el fogunk arról felejtkezni, hogy kis színpad, nagy színpad, nézők hogy reagálnak. Én egyszerűen, mikor köszönünk egymásnak a Cilivel, és elindul két színésznő élete, akik először laknak együtt, mi se próbáltuk még a Cilivel, abban a pillanatban az élet beleszól. És reméljük! Hozzuk azt a hangulatot, ahogy találkozunk, ahogy odafigyelünk a másikra. Ez olyan igazi játék. Az egy ajándék, hogy az Új Színházban együtt van egy finoman szólva idősebb generáció, kezdjük a Koncz Gabival, Esztergályos, Bordán, Tordai, hogy mi szinte napi kapcsolatban vagyunk, és bizony ilyen időskorban nagyon fontos az, hogy milyen lélekkel megyek be abba a munkahelyre, hogy kiket szeretnek, a fiatalokat, szóval, hogy odafigyelünk egymásra. Nagyon jó volt. Na, azt mondta ez a producer, hogy ez is olyan lesz. Na, akkor én inkább maradok az olcsó süteménynél. Jaj, sütikérő jut eszembe, hogy ehetnénk akár valamit. Akár. Na, hát melyikünk ugrik le ide a közeli teivóba? A mostani fiataloknak szerintem nagyon-nagyon-nagyon nehéz a pályafutásuk, mert nincsenek meg az értékrendek, amik régen voltak. Sok helyen, hála Istennek, sok helyen játszhatunk. A mi színházunk olyan, az Új Színház Dörner György vezetésével, hogy ott helytállunk, de elenged bennünket sok helyre vendégszerepelni. Az a kötelességünk és feladatunk, hogy példát mutassunk a fiataloknak, hogy valamennyünknek az életében volt hullámvölgy, akkor magas hely, nagy-nagy siker, minden, hogyha az ember szereti a foglalkozását és ezt a szakmát szereti, akkor tulajdonképpen az a lényeg, hogy mindig ott maradjon, mindig, és nekem az a véleményem, hogy oda kell figyelni a fiataloknak, de azt elvárjuk, hogy ők is figyeljenek ránk, és ha ez megvan, ez az oda-vissza játék, akkor ebből egészen biztos, hogy születik valami. Aki igényli, akkor boldogan segítek, segítünk. Aki nem igényli, egyszer mondok valamit, látom, hogy nem fogadta meg, soha többet nem mondom még egyszer, mert nincs értelme. Inkább egy olyan próbafolyamatot mutatunk be, amit még mi tanultunk anno, amikor még színművészeti főiskola volt, és nem egyetem. Tulajdonképpen az egymásra való odafigyelést, a fegyelmet, a koncentrációt, és ezt szinte nem is kell mondani, hanem mi ezt így csináljuk, el is érünk vele valamit, hát reméljük, hogy átveszik. Hát igen, mi még a régi iskolában jártunk, ahol ezek sarkkövek voltak, ezek nagyon fontos
dolgok voltak. Tordai Teri és Esztergályos Cecília abban a megtiszteltetésben részesült 2018 tavaszán, hogy Kossuth díjjal tüntették ki őket. Nagyon boldogok voltak, hogy együtt kapták meg. Cili fiatalabb, mint én, de ha belegondolok, úgy 20 éves koromtól elkezdve, és 76 éves koromban kaptam meg a Kossuth díjat, akkor tulajdonképpen ezt a közönségnek is köszönhetem, meg a szakma, meg a kormány odafigyelésére, hogy tulajdonképpen az egész életművemet jutalmazták ezzel, és ez nagyon-nagyon jó érzés, felemelő. Én távol éltem a Magyarországtól 21 évig, és van mit még behoznom, de viszont amit itt hagytam, karriert, és a filmek, a televíziós filmek, amiket csináltam, azért helyem van ebben a szakmában, méltó helyem van, és nem azt mondom, hogy nem lennék boldog, hogyha éreznék egy ilyenfajta megbecsülést is. Azért ilyen rossz kedvünk, mert soha életében nem gondolta volna, hogy a felesége elhagyja, a gyerekkel együtt elment. Próbáltam vigasztalni, hogy én mennyire tisztelem az ő munkáját, meg hogy milyen csodálatos művész, nem nagyon érdekelte. Beszélgettünk, cigarettáztunk, elfogyott a bor.